Tartsatok velem ebben az állati jó videóban. Kövessétek be a túrázót, nézzétek a kisállat lexikont itt a YouTube-on, és iratkozzatok fel. Sziasztok! Sziasztok, Demeter Attila vagyok, a Kisállat Lexikon nevű YouTube csatornát nézitek. Ha még nem tetted volna, kérlek iratkozz fel, és hozd meg ezt a videót, és kommenteld, hogy tetszett. Ebben a részben egy nagyon nagy kedvencem, tényleg a kedvenc gekkómat szeretném nektek bemutatni. Ők a vízköpő gekkók, latinul Rhacotactylus auriculatus, de egyébként a hobbiban csak Aurixnak hívjuk. Aurix, ezt fogja tudni mindenki, a cseh, a német, a magyar, mindenki. Az elnevezésével kezdeném. Angolul a vízköpő angol szóból lett az ő nevük, tükörfordításba lefordítva, ugyanis az épületeken lévő, ez a vízköpő, ahonnan folyik ki a víz, az a csapadékvíz, ugye régen ezeket a régebbi épületeket ilyen díszekkel látták el, ezek voltak a vízköpők, ilyen sárkány, mindenféle mitikus lények, és egyébként nagyon úgy néz ki a feje, mint egy kis sárkány, és éppen ezért lett vízköpő gekkó, mert olyan, mintha egy vízköpő lenne az épületen. A latin neve pedig az auriculatus, az azt jelenti, hogy fül vagy füles, ez pedig itt a koponyáján két nagy dudorról kapta a nevét, olyan, mintha lennének fülei. Új-Kaledónia szigetcsoporton él, a déli részén, erdőkben, nagyon szereti a lomberdőket, és ezekben az erdőkben nem olyan őrült magasan, néhány méter magasan, jönnek-mennek ezek a kis gekkókák, akik abszolút éjszakai életmódot folytatnak, tehát ők teljes mértékben éjszakai állatok, és innen következik, mindjárt el is mondom, hogy a teráriumnál én abszolút nem használok UV-t, és nem is kell nekik UV-t. Az Aurix egyébként mindenevő, csak ők nem tudják, az én gekkóim, ők zsákmányolnak a természetben kisebb gyíkokat, rovarokat, tizedlábúakat, bogarakat, illetve szeretik az érett gyümölcsöket nyalogatni, érett gyümölcsöt esznek, illetve virágokat. Na most nálam eddig 5 éve vannak ezek az állatok nálam, 5 éve rendszeresen egyébként szaporítom őket, és mindig tápot esznek. Tehát ők szerintem 4-5-ször ha ettek tücsköt vagy csótányt, és egyébként nagyon felhívnám a figyelmeteket, hogy nekem többször petéztek le tücskök a teráriumba, és ott meg is nőttek a kicsit, tehát nagyon-nagyon-nagyon beteg, úgyhogy én néha meg lehet őket kínálni, de nem jellemző. Amit viszont nagyon szeretnék elfogadni, rengeteg gyártó, a Pangától kezdve, mindenféle, most már egy csomó gyártó van, akik ilyen tápokat forgalmaznak, egyébként megfelel neki az új-kaledóniai vitorlás gekkó táp, hiszen ő is ugye új-kaledóniai, ebben rovar és gyümölcsök vannak, illetve mindig teszek bele vitamint a saját vitaminomból, és így keverem össze, és így kínálom nekik fel. Mindig este, amikor itt az állatoknál végzek, az az esti rutin, hogy a süniknek, cukinak friss víz, friss kaja, a papagájnak, süniknek friss víz, friss kaja, mivel ők is éjszakaiak, és az aurixoknak is mindig adok ilyenkor friss kaját. Egyébként ők egy közepes méretű gekkók, a testük az olyan 10-15 cent, és van egy majdnem ugyanekkora farok. A négy lábukkal nagyon jól tudnak mászni egyébként, nagyon jól másznak ágakra, fákra, viszont nem tudnak úgy mászni egy üvegen, mint mondjuk egy másik ilyen típusú gekkó, például egy ciliatus, az nagyon ügyes. Az aurixoknál kiskorban tudnak csak üvegen mászni, aztán ilyen nagy, ilyen böszme testük van, és ezekkel leszoktak esni. Vékony kis farkint szájuk van, amivel kapaszkodnak nagyon ügyesen ezzel a farokkal, és egyébként a ciliátusszal ellentétben, ha leszakad, letörik a farok, akkor újra nő. Kiskorban viszont nagyon azt vettem észre, egyszer volt, hogy kis Aurixnak leszakadt a farka, hogy nagyon-nagyon-nagyon macera, nagyon-nagyon necces, hogy úgy mondjam. Nagyon sok kálciumot adtam neki, és akkor éppen, hogy csak túlélte, kis Bálint barátom, akitől vannak egyébként ezek az állatkák, ő mondta, hogy nála kicsi volt, akinek leszakadt a fark, és nem érte túl, hiszen annyi kálciumra volt szüksége, hogy nem tudta pótolni, úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni. Egyébként is, amikor etetjük őket, akkor mindig nagyon sok kálciumot és vitamint teszek a tápjukban, aztán mindjárt megmutatom ezt hogy készítem el. Ezt a tápot aztán ők kinyalogatják esténként, és ezen ők tök jó el vannak, de mondom, azért havonta egyszer, két havonta meg szoktam próbálni ízeltlábút. Egyébként nagyon szelid állatokról van szó, bár irtózatos nagyot tudnak harapni, sok pici apró foguk van, amivel azért ők tudnak fájdalmat, illetve komolyabb sebet okozni. Engem egyszer harapott meg ilyen, hát csillagokat láttam, de nem jellemző, tehát azért leopárd gekkóból is van egy-két őrült, de náluk nem jellemző. Ugranak, nem úgy, mint egy cili, de azért ágról ágra azért tudnak ugrálni. Nagyon sok színváltozat van belőlük,
Van nekem ilyen szürkésebb, az idézőjelben nem olyan értékes, de én ezt nem szeretem ezt a szót, mert minden állat ugyanolyan értékes. De amiért több pénzt adnak, ezek a, hát ugye a vörösök voltak ilyen nagyon nagy szám, ő is vörös, piros, pöttyös, de ez már nem is olyan menő, mondjuk ez engem egyáltalán nem érdekel, sokkal drágább és sokkal menőbb, ami vannak ilyen egészen Hegedűs Bettinek vannak iszonyat brutális aurixai, ilyen egészen piros az egész háta, szinte bordó, tényleg csodálatos állatai vannak, úgyhogy ha akartok, őt is nyugodtan keressétek, illetve van belőlük citromsárga, ami szintén egy elég drága, és nem egy túl gyakori az ilyen színű állatka, de azt mondom, hogy ez a szürkés, piros, illetve citromsárga, ezek a színek, és aztán persze itt is van egy csomó mindenféle nevű változat, fogalmam sincs róluk, nem is érdekel, bevallom őszintén. Fogságban, emellőttük az 1800-as években egyébként leírta egy természettudós, de a fogságban nem olyan régóta vannak, mondom nekem 5 éve vannak, akkor is ma az elég nagy kuriózónak számított. Most sem túl gyakori, de mindenkinek ajánlom egyébként. Kezdőknek is ajánlanám ezt a gekkót, mert nagyon egyszerű tartani, nagyon jó fejek, semmi extra kívánsága nincsen, vagy úgy mondjam, hogy nem kell annyira nagyon figyelni. Természetesen azért meg kell nekik is adni minden olyat, ami földi jó. Például a teráriumuk, ami, ha megnézitek, ez egy álló terkó, ez egy 90x60x50-es terárium. Itt van a hímecském, itt van az egyik csaj, illetve ott a másik. Egy fiút és 2 nőstényt tartok egyébként egyben, nagyon békésen el vannak. Ami nagyon fontos, hogy 2 hímet tilos. A 2 hím kinyírja egymást, erre nagyon kell figyelni, de egyébként simán el vannak egyedül is, a természetben is ezek magányosan élnek. Az álló terkó, de ekkora minimum, ami kell, ez a 90x50 alapterület legalább, és mondom nekem 40 centi mély. Nagyon sok függőleges ág van benne, ha megnézitek, ez nagyon-nagyon fontos, ők ezen ülnek, alul pedig itt növényesítettem, ez majd szépen fel fog futni. Én az élő növényt részesítem abszolút előnybe, hiszen a teráriumnak csinál egy nagyon remek kis mikroklímát, ami nagyon fontos nekik, hiszen ők eltérően a sok trópusi állatkától, ők is rühelik a meleget, mint a cili. Tehát őket is a legjobb a 22-25 fokon tartod. A 27 én azt vettem észre, ott már nem nagyon ettek, és szenvedtek. Én minden nap befújom őket, bepárásítom ezeket az állatokat. Nagyon-nagyon fontos, hiszen ők nem is isznak tálból, nincs is benne nekik itatótál. Ezért, amikor befújok nekik, akkor ők lenyalogatják az üvegről, a tárgyakról, az ágakról, a növények leveléről, lenyalogatják a vízcseppeket, és ők így isznak, illetve a tálban is azért elegendő víz van. Növényekkel kapcsolatban ne tegyünk be ilyen vékony gyompálma, meg ilyenek, mert ahogy ez a nehéz gekkó egyet ugrik, láttam a saját szememmel, az kidől az egész. Úgyhogy nagyon masszívnak kell lenni ezeknek az ágaknak, és olyan növénynek, aminek nagy erős levele van, ezért van bent csak epiprendum, ez a futóka, vagy szindapszusz, nem tudom melyik az új neve, szóval ez a szindapszusz, ez az erdei futóka, hogy ez majd szépen ide feltekerem, és itt fognak mászkálni. Van benne még egyébként ez az ézépálma, az amiokulkás zamifólia, ezt is beraktam egy kicsit, hogy az is egy ilyen erősebb, ami meg tudja azért tartani a gekkót. A szaporításuk nem nehéz. Nálam mondom, 5 éve rendszeresen szaporodnak, a csajszik azok olyan 2 évesen válnak kivaréretté, szerintem még előbb is, de előbb én nem raknám őket össze semmiképpen se. Összerakod a csajt a fiúval, és a csajsz 1 évben 7-8-szor 2 tojást fog lerakni. Ezt a 2 tojást én keltetőbe helyeztem, és szinte mindig 100%-os volt a siker. Mindig kikeltek a kis gekkók, a kis aurixok, akik úgy néznek ki, mint a szülők, annyi különbséggel, hogy a színes szülőknek a gyerekei sem lesznek annyira színesek, aztán 4-5-6 hónapos korban kezdik el igazán mutatni a színüket. Ezeket mindig egyesével tartom egyébként a kis gekkókat, mert volt, hogy többet raktam, és azt láttam, ott volt az a farokleszakadás, amit mondtam, hogy a kis krampuszok azok elég agresszívak, úgyhogy őket ez a 20x20x20-as műanyag pöltenes doboz papírtörlő, mászóág, parafa, és őket így tartottam, ők is egyébként nagyon jól leszik a tápot. Ugye ők nem pislognak, ezért ők is a nyelvüket a szemükkel pucolják, vagyis hát fordítva. A hőmérsékletet mondtam, a páratartalmat mondtam, nagyon fontos, hogy hűvös, magas pára legyen, és ami itt nincs fölötte, az pedig a lámpa, ez pedig azért van, mert külön nem világítok nekik, látjátok, hogy a kintről beszűrődő fény, ez tök elég nekik, illetve UV egyáltalán nem kell, de azért egy LED lámpát fölé rakhatsz, nem melegítőt, mert nincs szükségük rá, egy szobahőn el vannak,
és egy sima ládlámpában meg lehet világítani. Egyébként a talajról még annyi, ami nagyon fontos, és nagyon sokan rontják kell, tisztelt a kivételek, hogy a teráriumban nincsen párám, miért nincs párám, azért, mert nincs talajod, úgyhogy egy 10-15 centi vastag talajt rakjál be a terkóba, itt is ilyen vastag talaj van, berakod a teráriumba, falevéllel meg van szórva, és mindig van nálam ászka, úgyhogy egy marék piros ászkát beraktam, illetve trópusi ugróvillást, ezért nulla a törődés, amit kell a gekkókkal, és tényleg nem túlzok, nem szedek gekkókakát, mert nincs. Megeszik az ászkák meg az ugróvillások, annyit csinálok, mondom, minden este bepermetezek, illetve minden este adok nekik tápot. Nem tudjuk pontosan, meddig élnek, hiszen nincsenek olyan régóta hobbiban ezek az állatok, de az egyik ismerősömnél egy 20 éves nőstény még tojt, úgyhogy feltételezzük, hogy 25-30 évig ezek simán elélnek, ezek az állatkák, úgyhogy mindenkinek ajánlanám a Ragodactylus auriculatus, vagy Aurix, ahogy ismerjük, zseniális állatok, még nem túl olcsó, tehát ilyen 100 euró körül vannak a kicsik, de megéri, higgyétek el, aztán utána mehetsz tovább Kauhát, Leachianus, de előtte akár egy ciliátusszal tudsz melegíteni, akinek nagyon hasonlók az igényei, nagyon hasonlóan tartjuk őket, illetve a takarmány is hasonló, és nagyon egyszerű takarmányozni ezeket az állatokat. Nagyon hálás, zseniális állatok, én amíg élek, remélem nagyon sokáig, addig nekem mindig lesz Aurix, mert imádom őket, ebben is egyébként nevelő terkóba kisebb aurikulátuszok vannak, akiket visszatartottam, ezért vagy azért az indokkal, de vannak, hogy még legyen több. Úgyhogy köszönöm nektek a figyelmet, hogyha tetszett a videó, osszátok, lájkoljátok, illetve ha van kedvetek a tartalmunkat, tartalomgyártást segíteni, azt nagyon megköszönjük, mikroadományokkal, hogy egy klasszikust idézzek, a PayPalon, a Revoluton és a Patreonon várjuk ezeket az adományokat, Kukac Túrázó néven, Túrázó, ide a küldtök bármennyi lóvét, azt nagyon megköszönjük nektek, videógyártásra fogjuk fordítani, úgyhogy köszönöm nektek, további szép napot, hamarosan találkozunk. Sziasztok!